Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, srácok, jöjjön a Warframe. Konkrétan a Warframe képregény lefordítása bizonyám, a Warframe-nek van egy képregény kiadványa, a Comixology-n. Megtaláljátok Google Comixology, és megtaláljátok ott a képregény. Nem drága annak, aki szeretné elolvasni, de íme, lefordítom nektek, hogy miről szól a képregény, illetve mi van benne, és úgy általánosan a történetéről beszélgessünk egy kicsit. Miért nem? Túl sok farmolni való van a Warframe-ben, úgyhogy tartsunk egy kis szünetet a farmol, nézzünk egy kis lore történetet. Aztán kell mondjam, hogy ez a kis történet így külön áll a... Hogy is mondjam, az egész lore történet, egy szegmens a lore történetből, mégpedig a Captain Warnock, mondhatni úgy, hogy a Captain Warnock a Void kulcs, ami ott van a mellén, amit láthattok, az a Void kulcs a története, hogy mire képes, és egy kislánynak a története, hogy hogyan alakult mindezek körül. Na most, kezdjük ott. A történet egy faluban indul, amelyet a Greenhill-ek lerohantak, és elkezdtek fölégetni, és majdhogy nem mindenki meghalt ott. A távolból pedig egy Excalibur figyel, és... hát tervezi meg, hogy hogyan lépjen közbe és állítsa meg a Greenhill-eket, és ahogy belép a faluba, az egyik házban rátalál egy kislányra, aki Mitsuki névre hallgat, ráadásul ez a kislány vak. Na most, Excalibur ugye megmenti ezt a kislányt, miközben lemészárol néhány Greenhill-t, de annyira lemészárol néhány Greenhill-t, hogy Captain War visszavonulást fúj nekik, és másnapra tervez egy teljes mértékű támadást, ahol végül el akarják fogni Excaliburt is. Azért a Greenhill-ek be vannak szarva, és kérdik Captain Ward, hogy miért nem a gólukat küldi csak, és kivéli meg az életét a többi Greenhill-nek, de Captain Ward-nak ez a válasz nem igazán tetszik, így aztán a földbe halálba veri azt a Greenhill-t, miközben azt ordítja nekik, hogy mi Greenhill-ek vagyunk, és semmitől sem félünk. Na most, másnap megindul a támadás, gólunk, Greenhill-ek, Captain War, anyám kínja, minden rámegy az Excalibur-ra és Mitsukira. Mitsukit berakja az Excalibur egy barlangba, és ott áll kint egy hordányi Greenhill-rel és gullal szemben, az esőben, karddal és egy pisztollyal, és elkezdi őket lemészárolni. Na de az Excalibur sem halhatatlan, és a túlerő lassan kezdi, hogy is mondjam, felülkerekedni Excaliburon és a képességén, miközben a távolból a Lotus érzi, hogy probléma van, ezért a segítségére küld egy újabb Warframe-et Excaliburnak meg nevében. Miközben meg utazik, hogy megmentse Excaliburt, aközben ugye Mitsuki egyedül marad a barlangban, és egy fura titkos ügynök jelenik meg mellette, Little Duck nevében. Igen, az a Little Duck, akit a Fortunán ugye a Quill féle, a Quill Onkónak az ügynöke, ugye Little Duck, ő jelenik meg ott, és felajánlja Mitsukinak, hogy megmenti. Ekközben Excaliburt elfogták, és Captain War a Void kulcs segítségével hozzáfér a... Bocsánat, nem a Void kulcs segítségével, igazából az Escaris Negator segítségével. Tudjátok, az a Escaris Negator az a cucc, amit az elején, amikor kezded a Warframe-et, rád raknak, és le kell vedd róla, hogy teljesen szabad legyen, és visszatérjenek az erejét. De most annak a segítségével Captain War hozzáfér az Excalibur emlékeihez, és abból kideríti, hogy van egy Mitsuki, és hogy van a Lotus, tehát ekkor tud a Captain War ekkor tud a Lotusról, ekkor tud Mitsukiről, hogy ő egy túlélő, mert hogy Captain Warnak a célja, amiért ő ott van, ugye az Orokin technológia felkutatása, és Mitsuki, mint az egyetlen túlélő a faluból, tudja, hogy hol található meg egy vault kapu. És ez a vault kapu mögött ugye feltételezhetően Orokin technológia van.
Úgyhogy most ezt Captain War kiderítette, és elindult ugye, hogy megkeresse Mitsukit, meg is találják. Little Duck kétségbe esetten ugye próbálja menteni a helyzetet, kimenteni Mitsukit, amikor megjelenik egy űrhajó, a fejük felőtt meg kiugrik, és nagyjából ugye egy ultival mozdulattal is szépen visszalöki a grinéreket, megöl, akit tudnak, és mind a hárman elkezdenek menekülni. Még mielőtt elmenekülni a csata hevében Little Duck fogja és meglő egy darabot Captain War armorjából, és ez az armor leszakad, Little Duck megfogja és viszi magával, és későbbiekben derül ki ugye számukra, hogy ez egy vault kulcs. Na most a vaultok a Warframe-ben két pontot tudnak összekötni a galaxis bármely felületén, mondhatni úgy, amit a Stargate, úgyhogy ezzel az armor darabbal, vagyis a Void kulcssal fogják és kinyitsák ezt a voltot, miközben a Greenir hadsereg üldözi őket, átlépnek a Void kapun, és egy nagyon fura űrhajón kötnek ki, nagyon fura ilyen dohos halászagval, és a többi, és kiderül, hogy hát nincsenek egyedül, és pillanatok alatt elárasztják őket az Infestenek. Na, akkor kétségbeesett harc következik már megint, és elkezdenek menekülni a hajó belseje felé. Szóval, mivel hogy végül is egy Orokin hajóban kötöttek ki, ugye Little Duck tudja, hogy ezen a hajón létezik egy technológia, ami megmenteti Mitsukinak az életét, meggyógyíthatja a vakságban, vagy a rengeteg sérülés szedett össze közben a harcok közben Mitsuki, úgyhogy végül is elmennek ezen Orokin technológia felé, elérnek a parancsnoki központjába a hajónak, ahol beszáll ebbe az úgynevezett technológiába, aminek Medica a neve, beszállnak abba, és ugye egy adott idő múlva Mitsuki kiszáll ebből, miközben meg, és Little-nek próbálják feltartani az Infestedet, elzárták, elbarikádozták magukat ugye a parancsnoki központba, és akkor végül meggyógyul Mitsuki, kijön, teljesen eltűntek a sebei, minden rendben van körülötte, és leveszi a fej szemfedőjét, ugye, ami a vakságára utalt, és láthatóan teljesen fehérek a szemei, és akkor abban a pillanatban egy ilyen fájdalom tört rá Mitsukira, és kiderül, hogy a hajó összekapcsolódik vele, az ő elméjével, és onnantól kezdve Mitsuki mindent lát, amit a hajó, mindent érez, amit a hajó, mindent tud, amit a hajó, és az lesz számukra a kiút ebből a káoszból, ahol már a Greenirek is átléptek a Void kapun, és végigharcolták magukat az Infestedeken, már törik be az ajtót rájuk, és akkor ebben a pillanatban Mitsuki visszaül a Medicába, és egy hullámot ereszt végig a hajón, ami mondhatni egy kicsit így megállítja az időt, kb. Mint a Rhino Stomp, valahogy így kell elképzelni, megállítja az időt, és közben eközben a megállt enemik, illetve Infestedek között ők átfutnak vissza a Void kapu felé, amikor szembe találják magukat Captain Warral, aki hát konkrétan ott áll és várja őket szépen, hogy lemészárolja őket, és miközben már elbúcsúznának az életüktől, az elfogott Excalibur csodamódon kiszabadul, és Captain War nyaka köré helyezi a kezét, és aközben Little meg a képességével kihúzza a Void kulcsot ugye a kulcshelyről, és átugranak a Void kapul, Excalibur pedig belöki Captain War-t az Infested űrhajóba, és úgy lesz vége konkrétan ugye, hogy végre fellélegezhetnek, minden rendben van, Mitsuki meggyógyult és a többi, és Captain War pedig ott van az Infested űrhajó, miközben egyre közelebb kerülnek hozzá az Infestedek, és mosolyog. Így ér véget ez az első évad féleség, és hát kíváncsi vagyok, mi lesz majd. Ha tetszett a sztori, akkor majd igyekszem a többit is lefordítani, amint lesz. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!